Az elmúlt időszakban azt tekintettük át, és azt néztük meg így állami, közvetetten állami tulajdonú bankként, mint az MRB Invest, hogy az agráriumnak mely olyan részei vannak, amik adott esetben azokhoz a típusú finanszírozási formákhoz, amiket mi tudunk nyújtani, mert mi eszköztárunkban benne van, azokhoz hozzájuthatnának, csak valamilyen oknál fogva nem jutnak hozzá. Vagy azért, mert nem tudnak a mi termékeinkről, vagy azért, mert egyszerűen most alakult úgy a piaci gazdasági helyzet, hogy ehhez hozzájussanak. Mi alapvetően egyedi tőkebefektetéseket hajtunk végre, illetve vannak tőkealapjaink is, amiből tudunk finanszírozni ilyen típusú vállalkozásokat is. Na most azt látjuk, áttekintve az agráriumnak a jelenlegi finanszírozási helyzetét, aminek egy nagyon-nagyon kardinális részét az uniós visszanemtérítendő támogatások jelentik, hogy egy elnyert támogatás esetén, egy elnyert támogatás után, amely adott esetben lehet 1,5-2-3 milliárd forint is, meg talán ott a teteje valahol ott a 3 milliárdnál van valóban, az igényel egy adott esetben egy hitelt, és még mindig egy nagyon jelentős önrészt. És sok esetben ezt az önrészt, de ez lehet 50 millió forint is, az adott vállalkozás nem feltétlenül tudja kitermelni, vagy rendelkezésre bocsájtani. Azt gondoljuk, hogy ez az a szegmens, ahol mi tudunk jönni. Ha az elmúlt időszakról beszélünk, akkor egyedi befektetésként fektettünk olyan cégbe, amely Magyarország egyik legnagyobb sertésfeldolgozó cége, ott egy nagyon nagy beruházás mellé, egy nagyon nagy projektbe 3,5 milliárd forintot fektettünk, de azt gondoljuk és azt látjuk, hogy ennél jóval kisebb vállalkozások is igényt tarthatnak ilyen típusú finanszírozásra, ha a megfelelő feltételeket tudjuk biztosítani. Az MLB Invest a Magyar Fejlesztési Bank csoportnak a tagja. A Magyar Fejlesztési Banknak a 100%-os lány vállalata. Alapvetően tőkebefektetéssel foglalkozunk. Elsősorban vállalatokba fektetünk be tőkét. Ezt alapvetően tőkeemeléssel tesszük meg. Vannak tőke alapjaink, amiket az elmúlt időszakban hoztunk létre. Ezek nagyon nagy volument jelentenek a portfóliónkba tekintettel arra, hogy ez nagyjából ilyen kötelezettségvállalás szinten egy 170 milliárd forintot jelent jelen pillanatban, ahol a befektetések folyamatosak. Ennek egy részét a saját alapkezelőnkkel kezeltetjük, egy részét pedig piaci alapkezelőkkel. És ezen túl van a portfóliumban kötvényjegyzési tevékenység, vállalati kötvényjegyzése. Van elsődleges kötvényjegyzés, ahol elsődlegesen jegyzik a kötvényt, illetve NHP kötvényt is jegyzünk. Az MFB Invest által jelenleg kidolgozás alatt áll egy olyan program, amiben egy tőkealapot hozunk létre pilot jelleggel. Ez egy váratlan 3 milliárdos tőkealap lesz, amelynek a kezelésével a saját 100%-os tulajdonunkban álló céget, a Focus Ventures Zrt-t fogjuk megbízni. Ennek az alapnak alapvetően az a funkció, hogy olyan befektetéseket hajtson végre olyan cégekbe és olyan vállalkozásokba, akik az elmúlt időszakban pályáztak vidékfejlesztési forrásra, Európai Uniós támogatásra, támogatói okirattal rendelkeznek, és valamilyen oknál fogva az előleget nem tudják lehívni. Kifejezetten ezt a problémát szeretnénk számukra orvosolni, azzal, hogy az előlegért, az előlegért cserébe mi gyakorlatilag egy tőke befektetést hajtunk végre a cégben, minimális tőkért, minimális tulajdonrészért cserébe, és amint a pályázati elszámolás lezárul, és a utolsó kifizetési kérelem bekövetkezik, onnantól kezdve mi be is fejezzük a közös együttműködést. Alapvetően ezen dolgozunk most. Várhatóan jövő év februárjában elérhető lesz ez a termék.